Sziasztok, skacok! Ebben a videóban három darab összerakható csontváz dinoszaurusz fogok összerakni a Jurassic World-ből. Hol is kell ezt kibontani? Nézzük csak. Aha, igen, itt. Ez az. Hű, de gyorsan ment. Így, né? Ó, hát ez szuper. Remek. Jaj, de jó, kaptam összerakáshoz útmutatót. Úgyhogy, fú, basszus, azért ez jó kör lesz. Na de nézzük csak, először is kell neki egy ilyen talapzat. Aztán azon túl kell, ha jól érzékelem, ez egy kis kártyácska, és ezt kell ide berakni? Talán igen. Na de, akkor kezdjük is azzal, hogy a mindenféle részeket itt összetoljuk. Farok résszel fogom kezdeni, méghozzá ez lesz az. Ez három elemből tevődik össze, és most azt nézem, hogy ez a legutolsó, ezt ide kell, ha jól érzékelem, berakni. Hűha! Hát ő igen, nagyjából így. Van itt egy vastagabb rész, ez szerintem a csípő vagy a derék lesz. Vagy lehet, hogy ezt nem az ott nem illik össze. Na mindegy, akkor kezdjük a fejével. Itt van a koponyája, ez itt a nyaka, ezt ide be kell rakni. De hát ezt hogy ezt el kell forgatnom, és akkor úgy. Hűha! Ez itt a nyaka, ide jön egy ilyen kis furi rész. Bütyökkel előre. Úgyni. Ide jobbra jönnek a kezek, a karmok, a mellőső lábak. Ez pont egy kéz, egy láb. Ígyni, ez lesz az egyik oldal, ez meg a másik. Hú, oké, ezzel megvagyunk, és akkor most jön a köztes rész itt, a bordák maradék része. Hát az a helyzet, hogy egy kicsit nehezen illeszthető egymáshoz ezek a részek. Én nagyon igyekszem, de fú, ez nagyon nehéz. Akkor most jön a medence csont, ha jól láttam, az ez lesz. Na még jó, hogy ilyen játékokat tesztelek, mert még most kiderül, hogy érdemes ezt beszerezni, mert egy komplett családi program ennek a kirakása. Na de, itt van akkor, erre jön egy lábszárcsont, ez az, kattant, itt egy másik, nem, ez lesz az. Szuper, ez is kattant. Hűha, nagyon furin fog kinézni, de nem baj. Azt próbálom összerakni, hogy ha lehet, hogy így kellene. Itt valami hiányzik. Valami nem jó irányba mutat. Aha, itt a farka az idejön. Szuper! Ezt összeillesztjük ezzel. Ez az, és már csak a végét kell. Léci! Na jó, hát itt valami nagyon fura lett. A két lábát megcseréltem, az biztos. Úgyhogy ezeket ki kell szedni, és elszállt a felső teste is, tök jó. Ja, hogy így, jó. Még jó, hogy be lehet forgatni a csontokat. Én meg szerintem ezt itt nem fogom tudni beleilleszteni. Egyszerűen a műanyag nem engedi, hogy összerak. Na de, ez sikerült. Hát nem csodálatos? Fú,
És akkor van nekünk itt egy motorka, ami egy ilyen DNS-es cuccban van benne, és ezt kell belehelyezni, ezt kellett volna legelőször, semmi gond, nem teljesen világos. Hát akkor én most ezt innen kiszedem, így és beteszem a két kart ide, jobbra és balra. Ez az, és akkor ezt pedig ide fölülre. És akkor most, hát a karja már össze-vissza állnak minden szempontból, de most akkor mi történik? Hát nagyon furcsa, mert mintha föl lehetne húzni a karját és csinálna egy ennyit. Azon kívül, hogy fordítva raktam föl, az a kisebbik probléma. És akkor most, hogy ez megvan, és ezt ide beillesztem a szügye alá. Na. Ez nem hiszem el. Fú, hát ez jó macerás játék. Na végre, nem? Még mindig nem. Oké, srácok, akkor én ezt most összeraktam. Tök jó. Ha jól értelmezem, akkor ez a két láb ide jön. Így inni. Ez gondolom ide. És hát itt van a Velociraptor. Csontvázból. Tök jó. Hű, na jó, tök őszintén. Baromi nehéz összerakni ezt a játékot. Nagyon-nagyon keményen kell küzdeni azért, hogy az elemeket egymásba lehessen illeszteni. Gumi, puha műanyag, de ennek ellenére nagyon-nagyon nehezen illeszkednek egymásba. És nem teljesen egyértelmű, hogy most itt minek kéne történni. Aha, megvan, szuper, megnyom. Most hátra tekertem a kezét, persze, elsőjelete is. És ha megnyomom, akkor ezt tudja csinálni. Szóval, hogy így legyezi magát. Ez a maximum interakció. Az igaz persze, hogy bárhogy lehet hajlítani, tehát hogy bármilyen pózba be lehet állítani, meg csontváz, tehát meg ijesztő, meg jó pofa. Kicsit leesnek a végtagok. Szóval, kedves szülők, kedves gyerekek, azoknak ajánlom ezt a játékot, akik szeretnek szöszölni és molyolni. Ha ezt összerakják, akkor tök jól fog mutatni évekig a polcon, mert hogy mire összerakod, nem biztos, hogy van még kedved vele játszani. Nem azért, mert rossz, hanem mert nehezen illeszkednek egymásba ezek a részek, de jól néz ki, tehát egyszer kell csak összerakni, és utána nem kell hozzányúlni többet. Hát az előző Velociraptor után, ezt most már nagyobb tapasztalattal fogom összerakni, úgyhogy rakjuk is össze ezt a stigmolochot. Hűha, itt ezt elvágjuk, meg itt is, remek, ki tudom bontani, ígyni, ezt még ide. Akkor én most mindent kibontok, amit csak lehet, tanulva az eddigiekből. Az igen, jó nagy feje volt. Itt a talapzat, amire rá kell rakni, itt a kártyája. Most akkor követem a leírást, nem úgy, mint legutóbb a Velociraptornál. Hát akkor azt mondja, hogy a legkisebb része, a farokcsont jön leghátulra, nyilván megvan egy. Ennél egy kicsit sűrűbb ez a része, ez kettő, ezt na már is kevertem kettőt, hogy ezek most mik, meg honnan jönnek. Kérlek, tegyük fel, hogy ez jó lesz. Aztán itt van egy ilyen furcsa medence csontszerűség. Ember legyen a talpán, aki ebből el tudja dönteni, hogy ez most melyik része. Ez lesz az. Ez akkor idejön, és nem pattan, nem olyan könnyű ez. Aztán itt vannak ezek a csontok. Na most ez akkor hova jön? Mindegy, ne is foglalkozunk vele majd később. És a lábak. Szuper. Ez ide. Nem? Igen. Ez az. Egyik csont, másik csont. Szerintem ezek tök ugyanolyanok egyébként. Húha,
Persze, essél le nyugodtan, akkor a farokcsontokat ide rakjuk, és nem rakjuk még rá egyelőre. Na, könyörgöm, menjél már bele! Nem mondhatjátok, hogy mindig jót mondok egy játékról, mert ha nem olyan, akkor nem tudom azt mondani, hogy jaj, de szuper, hát ezt nagyon nehéz összerakni. Oké, akkor ezt most összeraktuk. Aztán jön a borda. Léci, kattanj, pattanj. Aztán jön ez a része. Hopp, és akkor most kell belerakni ide ezt a motort. Igen, ez így kell, hogy legyen. Aha. Aha, nem, megvan. Ezt kell ide rakni. Ó, megvan, igen. Az igen. Ezt összetoltuk. Ez jön most ide. Ez jön a feje helyére. Ez nem teljesen világos, hogy hova kerül akkor most. Ja, de igen, ide. Jön egy kar. Második. Ó, és leesett. Hű, de mérges vagyok. És a lába is leesett. Én ezt nem bírom. De hát nem tudom máshogy belerakni. Még csak az sincs, hogy rossz lenne a... Fúha. Hű. Hát én leizzadtam. Na jó, a másik is leesett, de na jó, oké. Okay. A fejét még rárakom, aztán nem tudom, hogy mit tud ez a játék. Aha, hát ez szuper. Fú, skacok, akkor én itt elbuktam, ezt a dinót nem annyira tudom összerakni. Szerintem, én tényleg el tudom képzelni, hogy nem én vagyok a legügyesebb ember a világon, de hát azért ezt egy 8 éves se fogja tudni összerakni. Na hát most a Triceratops jön, egyre kevesebb a lelkesedésem, de nem baj, nekivágok, mert ugye a Velociraptort nagyon nehezen tudtam összerakni, a Stigmologot meg egyáltalán nem sikerült. De valami lesz. Na, akkor bontsuk ki. Azért, azzal eddig még nem volt probléma. Szuper, és akkor bontsuk fel az összes kis csomagolást. Ígyni. Itt van a leírás hozzá, hogy hogyan kell összerakni, de én ebben már nem annyira bízom. Ó, cserébe a legtöbb darab, ez áll a legtöbb darabból. Hűha. Na, akkor kezdjük azzal, hogy a fejét elhelyezzük. Ígyni. Ez most megvolt, az gyönyörű szép, úgyhogy ezt addig is lerakom ide. Na, de akkor próbáljuk meg hátulról összerakni, kezdjük a farkával most akkor. Megvan a farkincája. Aztán jön egy ilyen kisebb részecske. Szerintem ez lesz a legutolsó. Az a baj, hogy nincsenek számozva ezek a darabkák. Persze, nehogy bele menjél, mert akkor még jó is lenne. Itt egy ilyen növekvő rész, vagy inkább így. Hát, nem, ez az. Á, szuper! És akkor most a lábát... Ez az, a lába már megvan, újha, maradt egy kis nyoma a kezemen. Egy láb, meg még egy láb. Hát, de tényleg ember feletti erő kell ahhoz, hogy ezt valaki összeillesz-e. Azaz, végre kattant. Hát, ha ez kell, én összenyomom. Na, most jön ez a köztes gerinc oszlop. Hát ezt előre felé egyre nagyobb, jó. Most jönnek a lábak. Ez jön most ide, de komolyan még talán ezt rakom össze a legkönnyebben. Pedig nagyon megijedtem, mert a legtöbb elemszámból álló dinoszaurus. Ha a nyakát is ide illesztem, akkor mi történik? Azaz, sikerült! De komolyan az első olyan dinoszaurus, amit egyből sikerült, és nem nagyon estek le a különböző végtagok. És akkor ez meg bólogat. Nagyszerű, és ezt kell akkor most nekem ide rakni. Hogy egy láb, két láb, három láb, négy láb. Na, a Triceratopsot mindenképpen tudom javasolni, mert még én is össze tudtam rakni. De nem, hát most komolyan, hát nézzétek meg a videót, látszik, hogy nem én vagyok a béna. Na.
Hű. Ha valakit érdekel, hogy egy ilyen összeszerelhető csontváz triceratopsot honnan lehet beszerezni, akkor az a videó alatt megtalálja a leírásban. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, srácok. Ez most egy korrekt kis játék. Tök jól néz ki, egyszer kell összerakni, és utána nem nagyon kell vele foglalkozni. Iratkozzatok föl, kövessetek Facebookon, meg Instagramon. Sziasztok! Kacok, ha érdekelnek még titeket dínos vagy más játékos játékvideók, akkor keressétek itt a csatornámon, jobbra, balra, mellettem, körülöttem. Sasaurus. Szerintem simán lehet vele vízben játszani. Meg is nézem, hogy van-e a leírásban valami ilyesmi. Hát ezen most nem látom. De hát itt van a Mosasaurus teljes terjedelmében az a játék,